A Nyíregyháza Városi Református Egyházközség már február 28-án tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Nyíregyházi Tankerületi Központot arról a szándékáról, hogy a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnáziumot fenntartóként átkívánja venni az államtól a Református Egyház. Így március 1-től elkezdődött a több lépcsős fenntartóváltási folyamat is, amelynek a legfontosabb eleme az érintettek tájékoztatása volt a különféle iskolai testületek meghallgathatták a tájékoztatót az egyház képviselői részéről, ebből tájékozódhattak, kialakíthatták a véleményüket, és titkos szavazáson, ugyanúgy, mint ahogyan a parlamenti képviselőket választottuk, illetve a pártlistákra szavazhatunk, ugyanilyen titkos szavazáson a megjelentek, elmondhatták a véleményüket, és kifejthették az álláspontjukat tulajdonképpen, hogy ezzel egyet értenek-e vagy sem. A fenntartóváltási folyamat a jogszabályi előírásoknak megfelelően hivatalosan csak május 31-ével zárul le, kivéve ha az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az oktatási ágazatért felelős minisztere hamarabb meghozza a határozatát. A folyamatot az is meggyorsíthatja, ha az egyház visszalép az eredeti szándékától. A köznevelési törvény szerint a fenntartói jog a szülők egyetértése nélkül nem adható át. Ez azt jelenti, hogy legalább 50%-ot meghaladó egyetértésre van szükség a fenntartóváltást illetően. Így a kérdés gyakorlatilag eldölt, a folyamat formai értelemben azonban nem tekinthető lezártnak. Ha jogszabályt elolvasuk, akkor csak egy dolog lehetséges, hogy ez a fenntartóváltás nem fog bekövetkezni, ugyanis ennek egy komoly kritériuma van, nevezetesen a beírt tanulók számának, illetve nagykorú tanulók esetén maguk a nagykorú tanulók a szavazásra jogosultak, véleménynyilvánításra jogosultak, legalább a felük támogató szavazata szükséges, és mint tudjuk 13,8% volt a szükséges 50% plusz egy szavazat helyett, tehát más eredményt nem tudok elképzelni, de hivatalosan nem született meg ez az eredmény. Annyi egyházi oktatási intézmény 1958-ban kapta az állami kölcsei Ferenc Leánygimnázium nevet, majd 1963-tól a gimnázium nevéből elmaradt a leány szó és koedukált iskola lett. Annyi egyházi kölcsei Ferenc gimnázium idén több nagyszabású rendezvényel ünnepli fennállásának 60 éves jubileumát.